Szia! Sziasztok! Szép jó estét kívánok mindenkinek, aki itt élőben nézi, és azoknak is, akik csak később tudják megnézni. Így március 2-án csütörtökön az élő első részében, ugye a következő hétvége, azaz március 5-e vasárnapi Méztúra útvonalát fogom elmondani, de előtte azt szeretném mondani, hogyha bármilyen kérdésetek van magával a élővel kapcsolatban, vagy ha szeretnétek valamiről, ami érdekel benneteket, hogy a következő élőben arról beszéljek, azt nyugodtan írjátok meg, vagy e-mailben, vagy itt kommentben, vagy SMS-ben, vagy bármilyen más módon. Jó, és akkor én a következő élőt arra fogom fókuszálni. Jó, tehát mindenkit nagy szeretettel üdvözlök, és induljon is. Jó, tehát indulunk is. A mostani hétvége, azaz március 5-e, vasárnap a Maci Méztúra útvonalán fogok haladni, ami azt jelenti, hogy Budapest és a Váci részre fogok eljutni. Hogy hogyan is néz ki a tervezett útvonal. Indulunk innen Dadról, Dad oroszlány környe Tatabánya érintésével, Bicske, Törökbálint, Budaörs, Budapestnek az elsőtől 8. kerületeit érintem, és a 13-15 kerületeket. Onnan kifele haladva Veresegyház, Erdőkertes, Őrbottyány, Vázduka, fel Vác, és akkor a másik felén a 2-es útvonalán Göd, Szödliged, Fort, Dunakeszi, jövök vissza Budapestre, ott átmegyek fel Pomáz, Piliscsép, Piliscsaba, Dorog, Esztergom, és tehát Nyerges, Újfalu érintésével fogok Tatának visszajönni. Tehát aki ezen az útvonalon van, és Fogyóban van a méze, az nyugodtan jelezze, és nagy szeretettel fogom elvinni számára is. Jó, tehát ez volt a hétvégi, tehát a Maci Méztúra útvonala. Itt már elkezdtem jó pár élőben, hogy mi is van a kaptárban, miből is áll össze tulajdonképpen a család, a mély család. Beszéltem az anyáról, ugye háromféle méhike van a kaptárban, ugye az anya, a dolgozó is, van a here, az egyedüli hímnemű egyed a családban. A mai élőben erről fogok egy pár gondolatot mondani, de mielőtt neki vágnák, ugye úgy fejeztem be, hogy a rajzással, tehát az anya rajzásával fejeztem be a legutóbbi élőmet, tehát mikor szaporodik a család, tehát megoszlik a család, ugye egy bizonyos mennyiségű méhecske bent marad a kaptárban, és egy bizonyos mennyiségű méhecske ugye kimegy a régi anyával, és keresnek új szállást maguknak. Ugye beszéltem arról, hogy új anya, hogy kimegy, és a levegőben tulajdonképpen ott találkozik a herékkel, és ott termékenyül meg, és úgy tér vissza a kaptárba, visszatér a kaptárba, és utána pár nap után elkezd betézni, és akkor az ott kikelő
méhecskék, az már tőle fognak mind származni, és ugye beszéltünk róla, hogy az anya akár 3-5 évig is elélhet, tehát utána tud, van ideje neki családot fejleszteni és szaporítani a méhecskéket. Igen, és most jön be tulajdonképpen, hogy mi a szerepe a herének. Ugye egyedüli hímnemű a családban, mindegyik, tehát az anya is, és a dolgozók is mind nőnemű egyedek. A here az előző élben már mutattam, ugye, hogy sokkal zömökebb és nagyobb a munkás mélynél, a anyánál nem, csak zömökebb. Potroha nem hegyes, hanem egy kicsit ilyen tompa. Nincsen, ő az egyedüli a családban, így a hímneműek közül, hogy őneki nincsen fullánkja, tehát ő nem tud szúrni. A kikelési ideje, tehát mikor az anya lerakta a petét, és herének 24 nap van a lerakástól a kifejlődésig, tehát a sejtből kibújva olyan 24 nap telik el, és mikor kibújt a sejtből, még nem ivar érett, hozzávetőleg olyan 8 és 14 napos korában lesz, akkor éri el az ivar érettséget, és onnantól tud, ha szükség van, az anyával pározni. A kikelése után a munkásméhek etetik, sokszor követelőzik is, de később a herék tudnak a nyitott sejtekből táplálkozni. Ők tulajdonképpen nem mennek ki gyűjteni, nem gyűjtenek sem virágport, sem nektárt. Kimennek a kaptárból, kirepülnek, de csak jó időben, és olyan 10 és 5 óra intervallumban, és akkor felmennek a levegőbe, és ott reddesnek. Az igazság az, hogy erre van egy érdekes megfigyelés, hogy úgy mondjam, hogy van ilyen, hogy here gyűlés. Ezt nagyon hosszú megfigyelés alapján állapították meg, hogy a herék olyan 15 és 25 méter magasságban évről évre van egy bizonyos hely, ahol tulajdonképpen találkoznak és nagy zsongással gyülekeznek a levegőben. Ez érdekes, ugye, mert mint tudjuk, a herék 6 hétig élnek. Tehát itt is cserélődnek a kaptárban, tehát aki kikel áprilisban, az nincs ott augusztusig, tehát az 6 hétig él, és utána elpusztul. Azt tudni kell, hogy ugye a feladatuk, mint mondtam, egyetlen egy dolog van, hogyha szükséges, akkor párosodni kell az anyával. Egy családban néhány száz darabtól egészen több ezerig is található. A herék
könnyen bejutnak egyik kaptárból a másikba, mert őket nem ellenőrzik, tehát ők a kaptárvédő munkás méhek nem állítják meg, tehát ők simán kibejárkálhatnak bármelyik kaptárban, bár igazság az, hogy a herék is ragaszkodnak ahhoz a családhoz, ahol kibújtak a sejtekből. Az őszi idő eljövetelével van szomorú hír a számukra, tehát akkor van ilyen, hogy here űzés, az annyit jelent, hogy minden herét, ez indul már attól függ, hogy milyen időjárás van, akár már augusztus-szeptemberben is elindul a hereűzés. Mit is jelent ez? Ez annyit jelent, hogy a méhecskék készülnek a téli betelelésre, és ugye a herékre már télen nincsen szükség, mivel ők is ugye fogyasszák azt a mézmennyiséget, amit szorgos munkájukkal a dolgozók behordtak a kaptárba, és ezért ilyenkor ősszel kiűzik a heréket, és sajnos így férfi szemmel nagyon rossz sora van a herének, mert el is pusztul. Tehát ugye kint a hűvösben megdermed, és meg éhen is hal. Úgyhogy a mély családban férfi egyednek, hímnek nem igazából szerencsés lenni, de a legközelebbi élőmben a munkás dolgozó méhecskékről fogok beszélni, addig is várlak benneteket szeretettel jövő hét csütörtökön, ugyanígy, ugyanebben az időszakban, 8:30-kor. Nagyon szép estét kívánok mindenkinek, figyeljetek oda, mert nagyon hűvös lesz az éjszaka, és még egy dolgot, igen, hogy biztosan nyugodt és mézédes álmaitok legyenek, ezért egy evőkanál édes mézet lefekvés előtt, és biztos, hogy mézédes álmaitok lesznek. Mindenkinek nagyon szép estét kívánok, sziasztok!